Lesújtó képek 2022-ből. Tavaly hazánkban közel 3 millió hektár területen tombolt a súlyos aszály, a kiszáradt termőterületek nagysága közelítette az 1 millió hektárt. A kormány az aszály okozta károk csökkentése érdekében az öntözésfejlesztési beruházások megvalósításán túl a termelésbiztonságot erősítő, a vízmegtartást, a talajnedvesség megőrzését szolgáló gyakorlati technológiai megoldásokat kezdett el támogatni. Aztán megérkezett az európai energiaválság, melynek hazánk lett a legnagyobb vesztese. Az égbe szökő üzemanyag és rezsiköltségek értelemszerűen újabb nehézségeket okoztak az egyik legnagyobb fogyasztónak, az agráriumnak is. Most pedig 4 éves hazai agrárkoncepciót kell formálni, miközben tartósan velünk maradhat az orosz-ukrán háború és annak gazdasági hatásai. Ezeken az alapokon kellene a mai gazdatársadalomnak versenyképesebbnek lennie. Azért jöttünk ugye össze, hogy informálódjunk az előttünk álló évek komoly feladataihoz, a közös agrárpolitika és stratégiához való alkalmazkodáshoz. Kis János, mint házigazda köszöntötte a jelenlévőket a Pályér Antal Művelődési Házban, mint mondta, a gazdáknak nagyon fontos, hogy jól alkalmazkodjanak a piaci és természeti kihívásokhoz, illetve a lehető legmagasabb támogatást tudják elérni a 2027-ig terjedő pénzügyi ciklusban. Nekünk ez alkalmazkodni kell mindenképpen, hogy versenyhelyzetben tudjunk maradni, versenyhelyzetben tudjunk teremteni, és tudjunk fenntartható módon gazdálkodni a továbbiakat illetően is. Újabb kihívást jelentett, hogy a keleti határainkon dúló háború azt eredményezte, hogy a világpiac helyett az európai piacra zúdult az ukrán gabona. Alaposan 140 ezer forint helyett alig 90 ezer forint tonnánkénti árra letörve a piacot. Ez újabb, nem várt veszteséget jelent erre az évre a magasabb rezsi és műtrágya árakkal zsonglőrködő termelőknek. Az ilyen külső hatások gyengítése érdekében a kormány úgy döntött, hogy jelentősen emeli a hazai agráriumnak szánt forrásait az uniós támogatásoktól függetlenül. Az elkövetkezendő 4 évben soha nem látott mennyiségű támogatás érkezik a gazdáknak, ami részben a további termelés intenzitását fogja erősíteni, az energia takarékosabb termelést, valamint nem utolsó sorban, vagy legelső sorban talán mondhatjuk a piacra jutást. A piacra jutás alatt értjük a feldolgozó üzemek létrehozását, mert az nem működhet tovább, hogy külföldön ugyanezt a terméket olcsóban elő tudják állítani, és az sem működhet, hogy az alapvető élelmiszereket külföldi országokból importáljuk Magyarországra. A Fidesz frakció gyűléséről hazatérő Pócs Jánostól megtudtuk, hogy mindez azt jelenti, hogy a hazai agrártámogatásokat megduplázza a következő években a kormány. Teszi ezt a magyarországi feldolgozóipar megerősítéséért, a belső piaci igények hazai kiszolgálásáért, illetve a hazai gazdaság versenyképességének fokozásáért. Ami biztos, az a bizonytalan. Tehát azért most így elmondanám előjáróban, hogy még a mai napig is formálódik egyébként a rendek, formálódnak a rendeletek, formálódnak az elvárások. Annyit tudok mondani, hogy azért sarokkonyhéjban és nagyban a lényegében már ezek nem fognak változni. Legény Ágnes, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrárstratégiai szakértője arról az 1400 oldalas dokumentumról beszél, mely a következő 4 évben stratégiai útmutatója és közben szabályrendszere is lesz a hazai agrárium működésének, pályázatainak. Tehát most már erősen körvonalazódik a technikai része is, hogy hogyan jut el a gazdálkodókhoz az a támogatási összeg. Egyelőre az egyes pillér támogatásairól tudunk többet. Ez azt jelenti, hogy a területalapú, állatalapú támogatások gyakorlatilag ami a legtöbb gazdálkodót érint. Ennek a szabályrendszere jelenleg is megváltozik, ugyanúgy, mint egyébként 7 évvel ezelőtt, egy picit átformálódik, egy picit máshogy kell igényelni, egy picit más dolgokat kell betartani. Nyilván egyébként a hazai és az uniós szabályozásnak megfelelően is egy fenntartható gazdálkodás létrehozása a cél. A NAK ígéri, hogy a falugazdász hálózaton keresztül minden információ időben elérhető lesz, annak érdekében, hogy a digitalizálódó világban az adminisztráció nehézségei és a pályázati vagy financiális feladatok ne a gazdák vállát nyomják. A jövő a precíziós és versenyképes mezőgazdaságé, mely felkészíti az agráriumot az olyan nagy kihívásokra is, melyek az elmúlt években rendre érték a világot. Pláne, hogy a klímaváltozás, a járványok és a válságok várhatóan velünk maradnak az új 2027-ig tartó financiális ciklusban is.